Sziasztok, Andi vagyok, ez itt az Alapjárat legfrissebb hírműsora. Ma rengeteg hírrel készültem nektek a magyarországi autós világból, autós életből, úgyhogy mindenféleképpen tartsatok velem, de előtte ne feledkezzetek el feliratkozni YouTube csatornánkra. Három és fél évtizedre magánkézbe kerülhetnek a magyar autópályák. A magyar kormányunk pénzhiányra hivatkozva koncesszióba adná a magyar autópályák építését, valamint üzemeltetését. Ha ez megvalósul, akkor a magyarországi strádák három és fél évtizedre magánkézbe kerülnek. Az állam mintegy 35 évre koncesszióba kívánná adni a mintegy 2000 kilométeres magyar autópálya hálózatot, írta meg a napi.hu. Ez a koncesszió magában foglalná a felújítást, az üzemeltetést, a fenntartást, valamint a bővítést is. A Nemzeti Koncesziós Iroda az uniós közbeszerzési közlönyben tette közzé az erről szóló felhívást. Ugyan Orbán Viktor 2001-ben még azt mondta, hogy az állam leginkább elutasítaná ezt a rendszert, az M5-ös új szakaszának építésekor azonban azt jelentette ki, hogy az állam építi az új utakat, miután a kormányzat további koncesziós beruházásokat nem tart elképzelhetőnek. A 2011 óta tartó második, harmadik és negyedik kormányzása alatt sem tartotta ezt jó megoldásnak. 1 milliárdos volt az állami támogatás az elektromos autókra Magyarországon, ez az összeg másfél óra alatt fogyott el idén. A hatalmas érdeklődésre való tekintettel azonban a teljes, vagyis a 3 millió forintos keretösszeget elérhetővé is tették. Június 14-én reggel 8-kor indult a 2021-es elektromos autópályázat három szakasza közül az első, és hát ahogy arra számítani lehetett, pillanatok alatt el is fogyott az állami támogatás 1 milliárd forintos keretösszege. Ehhez 2020 júniusában még 28 órára volt szüksége a pályázóknak, még idén mindössze másfél óra alatt merült ki a kassa. Érdemes tehát ráellenőriznetek a honlapra, hát ha még maradt esetleg a keretösszegből, minden esetre a hír további részleteit a videónk alatti linkben található cikkünkben eléritek, mindenféleképpen olvassatok utána. Megnövelt rendőri jelenlétre kell számítani a magyar autópályákon. A hatóság közleményben figyelmeztette az autósokat arra, hogy a következő hetekben a szokottnál is nagyobb rendőri jelenlétre számíthatnak majd a magyar autópályákon az autósok. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott ellenőrzés az M0-ásra, az M1, M2, M3, M4, M5, M6 és M7-es autópályákra, az autópályák mentén kialakított pihenőhelyekre, továbbá Budapest, Gárdony, Agárd és Telki települések közigazgatási területére terjed majd ki. Javulgat a magyar utak állapota, de ez még egyértelműen nem érezhető, és a magyar közút szerint is azért a jótól még messze vagyunk. Jó hír, hogy 2020-ban nőtt a jó burkolatállapotú utak aránya idehaza, sajnos azonban a rosszakkal is ez volt a helyzet, ráadásul több mint a felük még mindig nem megfelelő vagy rossz minősítést kapott, ezt a napi.hu írta meg a magyar közút statisztikáira hivatkozva. Az országos közutak burkolatának 22,9%-a jó állapotú, mely nyugodtan nevezhető kevésnek, de tény, hogy a javulás 2019-es 20,1%-ához képest, vagy a 2018-as év 11,6%-áról már nem is beszélve, mindeközben a közutak burkolatának több mint 43%-a rossz, több mint 10%-a nem megfelelő, így sajnos elég komoly a differencia a rossz javára. 2019-hez képest ráadásul nőtt is a rossz besorolású utak száma. Az országos közutak teherbírása sem kielégítő a sofőrök szempontjából, közel 30%-uk rossz és kevesebb mint 50%-uk jó besorolású. A mellékhálózat teherbírása rosszabb, mint a főhálózaté, így azok gyorsabban is használódnak el. Egy 2021-es nyári gumi tesztből megint csak kiderült, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen abroncsot rakadsz fel, a lista végén pedig a 4 évszakos abroncsok végeztek. Az egyetlen nagyszabású hazai nyári gumi tesztet ismét a használtautó.hu autós magazinja és a nonstopgumi.hu csapata készítette a Groupama tampáján. Egy kalkulátor segítségével pedig idén is meg lehet nézni, hogy a teszten résztvevő 15 abroncsszett közül melyik gumimodell lehet számunkra a legideálisabb választás. Az egyes gumiabroncsoknak száraz és nedves aszfalton fékezhetőség és kanyar jellemzők tekintetében is bizonyítaniuk kellett, emellett a szakértők gördülési ellenállásukat, zajszintjüket és kopásukat is pontozták. A részeredmények publikusak, így az is látható, hogy az egyes gumikkal milyen féktáv adódott 60 km/h-ról indított vészfékezéseknél.
Az eredmény alapján elmondható, hogy továbbra sem mindegy, milyen gumi van az autón, hiszen már ekkora tempóról indított vészfékezésnél is autóhossznyi, útfelülettől függően akár 4 méteres különbség is mutatkozhat fékútban. Azt, hogy melyik gumi hogy végzett a listán, illetve pontos számadatokkal találkozhattok az erről szóló cikkünkben, annak linkjét a videó alatt megtalálhatjátok, és még ebben is találtok egy külön videót, érdemes ránézni, hasznos információkat találtok benne. Változott a G7 álláspontja az elektromosítás 2030-as céldátumát illetően. A 7 nemzet képviselői csak a villanyosítási törekvések felgyorsításában egyeztek meg. A hetek csoportja visszatáncolt és korábbi terveivel ellentétben mégsem tűzött ki céldátumokat annak biztosítására, hogy az újonnan értékesített személyautók többsége még zöldebb legyen, ezzel szemben mindössze arról sikerült megállapodniuk, hogy felgyorsítják a belső égésű motoros autókról történő átállást. A G7 tagjai Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok, ezen országok képviselői évente több alkalommal találkoznak, hogy megvitassák a gazdaságpolitika legaktuálisabb kérdéseit. Úgy tűnik, hogy látszólag sikerült kompromisszumra jutnia a nemzeteknek, melyek a világ legjelentősebb autógyártóit adják. A korábban nyilvánosságra került G7 csoport tervei között szerepelt, hogy 2030-ig vagy hamarabb az újonnan értékesített autók többsége ne benzinnel vagy gázolajjal üzemeljen. Vin Diesel elárulta, hogy vajon hány része lesz még a Halálos Iramban sorozatnak. A színész egyébként 2001 óta alakítja Dominic Toretto szerepét a filmvásznon. Nem sokára a mozikba kerül a Halálos Iramban franchise 9. része. Az akciófilm sorozat főszereplőjét alakító Vin Diesel egy interjúban elmondta, hogy az F9 után még 2 film készül, azokkal záródik majd le az ismert sorozat. Diesel elmondta, hogy a Universal Pictures 2 lezáró részben gondolkozik, hogy legyen elég idő elvarni a szálakat. A színész szerint a 2 szakaszra bontott finálé első része majd 2023-ban, a második része pedig egy évvel később, 2024-ben kerülhet a mozikba. Most már hivatalos, szerkesztőségünkben folytatja tovább pályafutását Zács Dániel. Hosszú és alapos egyeztetéseket követően született meg a döntés, mely egy új és izgalmas periódus lesz a szerkesztőségünk életében. Nagyon komoly átalakulások mentek végbe a magyar médiában az utóbbi időben, ez pedig közvetetten az autós újságírásra is kihatással volt. Az Alapjárat csapata számos platformon igyekszik helytállni, ezek közül a legfontosabbak az Instagram, a YouTube, a weboldalunk és a Facebook, utóbbi esetében ráadásul elsők vagyunk a szegmensben, közel 240 ezres követőtáborunkkal. Mindig van azonban hova fejlődni, Dani pedig minden bizonnyal sokat tud majd segíteni a több évtizedes újságírói tapasztalatával, egyértelmű céljaink elérésében, hogy minden tekintetben piacvezetőnek számítsunk a hazai autós médiában. Dani érkezésével egy időben dr. Vágány Tamás szakjogász, valamint Balló Marcell használt autó értékesítő is csatlakozik hozzánk, ők a tanácsadó rovadba készítenek majd hasznos tartalmakat nektek, illetve önálló cikkekkel és videós megjelenési formákkal építik az újságot. Úgyhogy sok szeretettel üdvözöljük Danit, Tamást és Marcellt, és reméljük, hogy hasznos lesz a további együttműködésünk. Nektek pedig köszönöm, hogy ismét velem tartottatok, tegyetek így jövő héten is. Ne felejtsetek el feliratkozni YouTube csatornánk, követni minket Instagramon, lájkolni bennünket Facebookon. Sziasztok! A műsorszámot az ECDH támogatta.